Rózsa András múzeum alapítónak a megidézett, rekonstruált munkaterében vagyunk jelenleg. Jobb szót nem tudok használni, mint hogy munkatér, ugyanis hogyha körbenézünk, akkor hát nem tudjuk igazából beazonosítani, hogy hol is állunk. Ez azért van, mert ez a helyiség egyszerre szolgált orvosi rendelőként, ahol Józsa doktor minden héten szerdán és szombatonként várta a népek millióit, ahogy ő mondta, illetve egyszerre szolgált régész kutatónak a dolgozó szobájaként, ahol az érdekesebb leleteket újra rajzolta, a kutatásait elemezte, és hát ugye olyan furcsaságok is vannak, amit egy rendelőben nem várnánk, látjuk, hogy ilyen asztalos szerszámok vannak, tehát asztalos műhelyként is szolgált. Az első ütemben készült el Józsának a rendelője, nevezzük rendelőnek, és második ütembe készítettük el ezt a részt, amelyik egy korabeli ásatást hivatott ábrázolni. Tudni kell, hogy az Alföldön és hát Szabolcs megyében is nagyon sok halomsír található. Számos néven ismerik halomsír, kurgán, földpiramis, nagyon sok elnevezése van. Az nagyon fontos, hogy nem egy nép építette, hanem gyakorlatilag a késő részkortól a kunokig egymástól térben és időben élő népek emeltek a halottaiknak halomsírokat. Na már most Józsa András is nagyon érdekelték a halmok, elmondása alapján ő maga 24-et tárt fel. A Benczúr Gyula emlékkiállításban vagyunk, és azért is különleges ez a kiállítás, mert Benczúrnak egyedül Nyíregyházán van önálló teljes tárlata. Természetesen a Magyar Nemzeti Galériának nagyobb a Benczúr kollekciója, de mi nagyon büszkék vagyunk arra több mint 500 tételes anyagra, ami a Józsa András Múzeum képzőművészeti gyűjteményében található. Mivel egy állandó kiállításról van szó, ezért 10-15 évente frissül, tehát igyekszünk mindig a kor igényeinek is megfelelni, és mindig újabb, izgalmasabb dolgokat belevinni egy-egy tárlatba, hogy ne legyen unalmas, főként a fiatal generáció számára. Benczúr Gyulát leginkább a portréfestészetéről ismerjük, ugyanakkor nagyon jelentősek a történelmi témájú képei. Az itt látható kiállításban a millenniumi hódolat olajvázlatát szoktuk kiemelni. Ugye, mint tudjuk, a Millenniumi Hódolat című festményét minisztériumi felkérésre készítette el. Még 1896-ban kérték fel a kép megfestésére, és ennek az az érdekessége, hogy egy olyan hatalmas, ahogy tetszik, csoportképet kellett megalkotnia, amelyen több mint 70 személyt kellett oly módon megfesteni. Ezek főrendházi tagok, országgyűlési képviselők, nemesek. Oly módon kellett őket megjeleníteni, hogy felismerhetőek legyenek. Sikeresen megoldotta ezt a feladatot. A kép elkészült, sokáig a Budai Várban volt látható, majd 1945-ben egy tűzvész alkalmával megsemmisült. Nálunk ugyan csak egy olajvázlata látható, de kicsit közelebb hoz minket az eredeti képhez, mert itt láthatjuk az első elgondolását azzal kapcsolatban, hogy hogyan akart ezt a kiadott feladatot megoldani. A nyíregyházi huszároknak állít emléket ez a kiállítás, amely a 19. század végétől mutatja be Nyíregyháza katonai életét egészen a II. Világháború végéig. A kiállítás a különböző szakaszokban mutatja be a háborús idők történetét. Az első szakaszban a huszárok Nyíregyházára
telepedésétől, ugye 1890-es évektől az első világháború végéig mutatja be. A terem ebben a részében egy két világháború közti diorámát láthatunk, háttérben a huszárlaktanyának az egyik épületével, és az idők során a múzeumba bekerült laktanyának az eredeti kapu, és hát kerítésének az egyik darabjával imitáljuk azt a hangulatot, amit a két világháború közt érezhetett akkor egy katona, aki bevonult a huszár laktanyába. Aztán tovább haladva, sajnos elérkezünk már a második világháború időszakához is. Itt a világító függönyökön láthatunk, vagy bepillantást nyerhetünk a korabeli rangjelzések és egyenruhák világába, de ugye tudni kell a nyíregyházi huszárokról, akik ugye nyilvánvalóan jó lovasok voltak, nagyon sok lovasportban vettek részt, és ebben a részben itt ugye a lovasportnak a díjait és ehhez kapcsolódó dokumentumokat és egyenruhát mutattuk be. A kiállításban megemlékeztünk a huszárok mellett a repülős és harckocsizó alakulatokról is, és a 2008-ban felállított Nyíregyháza katonasága című kiállítást ebben az évben lebontjuk, és minden látogatót és leendő látogatót arra buzdítunk, hogy még idén, ha tudnak, akkor jöjjenek el a múzeumba, és nézzék meg ezt az értékes kiállítást. Ez a múzeumnak a néprajzi állandó kiállítása, és egy hamisítatlan vásári hangulatba csöppen bele a látogató, aki belép ebbe a terembe. És pontosan ez volt a célunk, hogy egy 1920-as évekbeli kisvárosi hagyományos vásárt elevenítsünk meg, nem csak az árusokkal és a portékáikkal, hanem nagyon sokféle vásári érdekességgel. Hát egyébként összesen 6 árusnak a termékei láthatók, van egy mézes kalácsosunk, egy kalaposmester, egy vászonnemű, tehát szőtteseket és hímzett textiliákat áruló beregi asszonyunk, egy kolompárus, egy ékényárus és egy fazekas termékeket áruló asszony. De ezen kívül olyan érdekes dolgok is megjelennek a kiállításban, mint a vásári gyorsfényképésznek a sátra, az állványos régi fényképezőgépével. Egy-egy ilyen fényképész 1000 számra készítette valamikor a hagyományos vásárokban a fotókat, és hát nélkülözhetetlen tartozéka volt a vásároknak valamikor a körhinta, illetve a lacikonyha, ahol a megfáradt vásározók csillapíthatták szomjukat és elverhették az éhüket, és ha kedvük volt, akkor még a cigánymadna muzsikájára még táncra is kerekedhettek. Na most ezek itt megelevennednek a mi kiállításunkban, ami viszont még különlegessége a kiállításnak, hogy az egykori, régen letűnt Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei viseletek is láthatók itt. Régi leírások és archív fotók alapján rekonstruáltunk több viseletet, így tirpák, városi ruhát láthatunk, hírségi, rétközi és beregi viseleteket itt a kiállításban. Természetesen eredeti viselet is van, az ajaki, illetve egy pásztor viselet is feltűnik itt a bábukon, az élethű bábukon. Még egy különlegességre hívnám fel a látogatók figyelmét, a plánétás asszonyra, ami szintén érdekes, jellegzetes figurája volt a régi vásároknak. Ő a papagájával és a színes jós céduláival jövendölte meg arra kíváncsiaknak a jövőjét. Gyakorlatilag ez a kiállítás a múzeum legalapvetőbb gyűjteményéből készült, hiszen Józsa András annak idején régészeti gyűjteményként hozta létre a Szabolcs-Vármegyei Múzeumot, ugye tudjuk, hogy már több mint másfél évszázada. És hát a múzeum dolgozóinak mindig egy komoly feladvány, hogy hogyan lehet ezekből az apró régészeti leletekből egy kiállítást csinálni.
Tehát ebben a kiállításban kizárólag Szabolcs-Szatmár-Bereg megyesze területéről származó tárgyakat állítottunk ki. Természetesen benne vannak azok is, amelyeket már József András gyűjtött, és a legújabb ásatásokból is származok. Ez a különbség annyi, hogy annak idején, amikor József András meghalt 1914-ben, akkor körül 7000 darabot számlált ez a gyűjtemény. Ma már 1 millió körül tartunk, hiszen egy-egy nagy volumenű ásatásról több ezer tárgy kerül be egyszerre. Tehát nem könnyű a választék. Ezeknek mindig megkérdezik, az öme a raktárakban van, és hát a legszebbeket, leglátványosabbat, sokszor beleesünk abba a csapdába, hogy a számunkra legizgalmasabbakat állítjuk ki. Úgyhogy körülbelül ezt lehet látni a kiállításban. A trezor termébe vagyunk, ahol a múzeum aranytárgyai vannak kiállítva. Ezt tudni kell, gyorsan hozzá kell tenni, hogy nem az összes aranytárgy van kiállítva, hanem gyakorlatilag egy reprezentatív válogatást láthatunk ezekből az aranyagból, melyek a teremben két módon vannak elosztva. Egyrészt van egy az úgynevezett újfehértói aranykincs, amely még 2002-ben került elő, ez 261 darab aranyérmét jelent, és 1,3 kg színaranyérmét jelent. Ezek időben is egy nagy léptéket fognak át, hiszen az 1430-as évekből az 1680-as évekig terjed az érméknek a verési ideje, tehát ez egy hosszú időn át gyűjtött kincslelet, amelyet majd a tulajdonosa valamikor az 1680-as években rejtett el. Ennek eszmei értéke nagyságrendileg 100 millió forint, és hát ez különösen azt tesz érdekessé, hogy vannak benne olyan ritkaságok, melyekből egyet vagy éppen csak egy-kettő darabot ismerünk. Ez az egyik része ennek a trezorteremnek, a másik pedig a régészeti korú aranytárgyakat mutatja be. Ez lényegében a bronzkortól kezdve a honfoglalás koráig ad egy áttekintést a korszakokból ismert aranytárgyakból, illetve ehhez kapcsolódóan a különféle ötvös technikákról, amelyek révén ezek a tárgyak elkészültek. Ugye a hátam mögött látható egy kis film, az tulajdonképpen az arany kultúrtörténetét mutatja be egy kis videó formájában, még egy másik kis videó pedig a honfoglaláskori ötvös művesség, illetve ötvösöknek a fogásait próbálja bemutatni, hogy hogyan dolgoztak a akkor élt mesteremberek.